Ez az új nemzedék. 400 ezer. 400 ezer gyermek él ma Magyarországon olyan családban, ahol a szülők valamelyike szenvedélybetegséggel küzd. Ez azonban sajnos tabu téma, és talán pont ezért ezek a gyermekek még felnőtt korukban is hordozzák ezeket a sebeket. Ezeken a sebeken próbál segíteni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pszichoszociális szolgálata. Hogy miként? Erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel a következő szűk fél órában. Frankó András családterapeuta, mentálhigiénis szakember, intézmény vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett fogadó pszichoszociális szolgálatnak, melyet 20 évvel ezelőtt ő álmodott meg, és indított el annak érdekében, hogy segítséget nyújthassanak szenvedélybeteg embereknek és családjaiknak. Egyéni segítő beszélgetések, családterápiák és csoportfoglalkozások révén. Évtizedek óta részt vesz szociális szakemberek képzésében, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója. Kormos Piroska, szociálpedagógus, művészet és szocioterápiás csoportvezető. A szenvedélybeteg szülők gyermekeivel először a Kékpont Alapítvány programjában kezdett el foglalkozni. 2017 óta pedig a fogadó pszichoszociális szolgálatnál tart csoportfoglalkozásokat és egyéni beszélgetéseket a szenvedélybeteg szülők, mind kiskorú, mind felnőtt gyermekeinek. Emellett közösségépítőként is dolgozik a Szigetszentmiklósi Újvárosi Gyülekezetben, és bibliodráma csoportokat is vezet. Az első kérdés, mert nem csak ketten vagytok vendégek itt nálunk, hanem van két plüss figura is, és be kéne őket mutatni, kik ők. Az egyik Lurko, aki egy mesekönyvnek a szereplője. Lurko egy olyan gazdával él együtt, akinek alkohol problémái vannak, és amikor Lurko ezt észreveszi, megtudja, rádöbben, akkor nagyon szomorú, de szerencsére talál egy segítőt később. A másik pedig Bolyhos, szintén egy mesekönyvnek a főszereplője, ami mesekönyvet el is hoztuk neked, hogy meg tud nézni. A Bolyhosnak a családjában fordul elő az alkoholbetegség, és ő pedig talál egy segítőt, akivel beszélgethet erről. Mind a két mesekönyv ilyen 4 és 8 év, max. 10 év közötti gyerekeknek szól. A kisfilmben, amikben bemutattunk titeket, az a Máltai Szeretetszolgálat budapesti székhelyén van, a Kégolyó utcában, és egy fogadó nevet viseli. Kit fogadtok itt? Kiket fogadtok itt? Mindenkit, aki betér, de a nevet elsősorban azért kaptam, mert ez az intézmény főleg szenvedélybeteg embereknek és hozzátartozóknak, és mindenkinek, aki ezzel a témával érintett, szól. A név pedig azról szól, hogy minden embernek, de őneki különösen nagyon fontos az elfogadás, a befogadás, és ezért választottuk ezt a nevet. Miért tartottátok fontosnak, hogy a szenvedélybeteg szülők gyermekei felé forduljatok? Ez olyan nagy probléma Magyarországon? Hát elmondtad, hogy 400 ezer gyerek érintett. Szerintem elég nagy probléma. Igen. Hogyha ezt ilyen hanyadik gyerekre vetítjük, akkor ez közel minden ötödik gyerek Magyarországon. Hogyha az Egyesült Államokat nézzük, ott náluk minden negyedik gyerekre mondják, hogy érintett ezzel a szenvedélybetegséggel a családban. Szóval, hogyha így nézzük, ha egy átlagos osztálytermet nézel, akkor nagyon sok gyerek érintett. Tehát azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. És ezek a gyerekek mennyire tudnak, hogy mondjam, önállóan hozzátok fordulni? Önállóan nagyon ritkán. Önállóan akkor fordulnak hozzánk, amikor már felnőtt gyerekek. Meg kell keresnünk őket, el kell érnünk, segítenünk kell arra, hogy abban őket, hogy megtalálják ezt az utat. Egyáltalán megértsék, hogy segítségre van szükségük. Hogy ezt a számot érzékeltessük, én tegnap kiszámoltam. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a gyerekeket egymás mellé állítanánk, akkor Budapesttől Pécsig érne a sor. Egy 200 kilométeres sor lenne. Mint egy jelképként ketté is szeli tulajdonképpen Magyarországot. És mindenképpen fontos, hogy feloldjuk azt a tabut. Sokszor nekünk kell kimennünk megtalálni ezeket a gyerekeket, de azért az nagyon fontos, hogy egyrészt a mesekönyveken keresztül, másrészt pedig az apaiszik.kimondható.hu honlapon olyan elérhető kérdésekre találnak válaszokat, ami őket foglalkoztatja, úgyhogy abban reménykedünk, hogy tulajdonképpen anélkül is, hogy a fogadóban találkoztunk volna velük, sikerül válaszolni azokra a kérdésekre, és megértetni velük azt, hogy nincsenek egyedül ezzel a problémával.
Valahol olvastam, hogy ezeket a gyerekeket elfeledett gyerekeknek apostrofáljátok, vagy szokták őket így apostrofálni. Miért elfeledettek ők? 50 évvel ezelőtt jelent meg egy amerikai szociális munkásnak a könyve ezzel a címmel, aki először foglalkozott ezzel a témával, egyébként az USA-ban is, mondhatnám talán, hogy az egész világon. Azért elfeledettek egyrészt, mert amikor a szenvedélybetegségről beszélünk, akkor a szenvedélybeteg ember már a fókuszban van, tehát azért elég sok segítő lehetőség áll már a rendelkezésükre. Később megtalálták azt is, hogy minden szenvedélybeteg ember mellett létezik egy hozzátartozó, többnyire a férje, felesége, gyereke, édesanyja, szülei, akikhez szintén fordultak segítő módszerekkel, hogy megtalálják őket és segítséget nyújtsanak, de a gyerekeket mind a mai napig inkább úgy kezelik, mint egy hozzátartozót, és nem pedig a saját problémáit. Tehát inkább úgy kezelik, mint a szenvedélybeteg ember. Beszéljük nyíltan, Magyarországon ez elsősorban az alkoholbetegség. Tehát ezeknek a gyerekeknek a döntő többsége alkoholbeteg szülővel él együtt. És hogy ezeknek a gyerekeknek semmifajta program nem létezett Magyarországon. Nem törődött velük senki. Egyéb iránt megint csak nem vagyunk túlságosan lemaradva, mert ez világszerte érvényes. Világszerte érvényes, Németországban is tabunak tekintik ezt a kérdést, pedig ott a szenvedélybeteg embereket segítő ellátások 10%-ában most speciális program a számukra. És miért tabu, Piroska, szerintem? Talán a velük való foglalkozás nem is tabu, hanem maga ez a téma, hogy szenvedélybetegség van a családban. Ez inkább ez, ami tabu. Én ennek érzem. Tehát, hogyha én gyerekként vagyok egy szenvedélybeteg családban, akkor nagyon ritka, hogy én erről tudjak úgy beszélni. Tehát, hogy nagyon sokszor a szégyen kötődik ehhez, hogy szégyellem, hogy ez van. Nagyon sokszor ezek a gyerekek nem mernek erről beszélni. Vagy a másik rész pedig az, hogy sokáig ez a normális, azt gondoljuk, hogy mindenhol ez van, akkor azért nem beszélünk róla. És aztán, amikor kiderül egy iskolai helyzetben, hogy másoknál nem ez van otthon, akkor az, hogy akkor ez lehet, hogy nem normális, akkor ezért nem beszélek róla. Tehát, hogy így jön a tabu ehhez, hogy nem beszélünk róla, hogy ez egy valós probléma. Arról, hogy segítségnyújtás, az meg egyszerűen nincs, amit András mond, vagy nem volt eddig. Én most már szeretnék abban hinni, hogy most már egyre több helyen van. Vannak már információk erről, vannak már segítő módszerek, van, aki használja a bolyhos, van, aki használja a lurkót. Tehát, hogy kezd ez elindulni, de hát még nagyon-nagyon gyerekcipőben van. De én hiszek abban, hogy ez a tabu, amit egy 2018-as konferenciával elkezdtünk így megrepeszteni, szerintem az igencsak repedezik, és talán már nem annyira tabu arról beszélni, hogy van a családban szenvedélybetegség. Kicsit írjátok körül, légy szíves, hogy mi jellemzi az ilyen gyerekeket, akik ilyen körülmények között nőnek föl? Hogyan lehetne őket leírni? Hát talán három nagyon fontos tulajdonság az, ami a leginkább jellemzi őket. Az egyik az, hogy pont azért, hogy túléljék ezt a helyzetet, ahol nagyon sokszor leginkább az elhanyagoltság az, ami a legdramatikusabb az életükben. Ezért nem mernek ők sem beszélni erről a dologról, mert hogy szégyellik. Nem merik kimutatni, sőt egy idő után felvállalni sem az érzéseiket, mert hogy ez olyan mértékben napokra, percek alatt változhat, hogy nagyon nehéz eligazodniuk abban, hogy az az érzés, amit éreznek, az jogos-e, ezért inkább nem éreznek. És a harmadik nagyon fontos dolog az, hogy nem bíznak. Elveszítik a bizalmukat, pontosan ezek miatt a változó helyzetek miatt. És ezért egyébként különböző szerepeket is fölvállalnak, amiben megpróbálják valahogy a családnak az egyensúlyát megteremteni, azáltal, hogy vagy túl jó tanulók lesznek, vagy túlságosan deviálódnak, vagy egyszerűen elbújnak, nem vehető észre, hogy hol vannak, nem törődünk velük, és van még egy negyedik szerep is, akik meg ilyen tökéletesek lesznek, mindent magukra próbálnak vállalni, hogy lám-lám, a család rendben van, hiszen én is rendben vagyok, ők lesznek azok a fehér báránynak nevezhető gyerekek, akik így próbálják fölvállalni a család gondjait. Piroska, te felnőttekkel foglalkozol elsősorban? Igen, van egy-két kamaszom is, meg volt gyerekkel való foglalkozásom is tavaly, de most idén nincs kis gyerek. Erről tudsz nekünk mesélni egy picit, hogy ez a szegmens, ez milyen ez a felnőttekkel való foglalkozás? Hát neked? Van egyéni konzultáció is van, de én elsősorban csoportokban dolgozok felnőttekkel, tehát azokkal a felnőttekkel, akik szenvedélybeteg szülő mellett nőttek fel. És ezeken a csoportokon, ezeket úgy hívjuk, hogy ez egy 10 alkalmas tematikusan fölépített csoportfoglalkozás,
Az a legfontosabb benne, hogy akik eljönnek, ők megéljenek egy sorstárs közösséget. Tehát, hogy megéljék azt, hogy nincsenek egyedül, hogy ez másokkal is megtörtént. Nagyon jó azt hallani az első, meg a második alkalom után, amikor azt mondják, hogy itt tudjátok, miről beszélek, hogy itt nem néztek hülyének, hogy itt elmondhatom. Tehát, hogy ezek itt nagyon fontos megélések szerintem számukra. A másik cél az az, hogy információt adjunk arról, hogy tényleg hiteles, valós információkat arról, hogy mi a szenvedélybetegség, hogyan működik egy szenvedélybeteg család, akkor mi minden hatott rám, mint szenvedélybeteg szülők gyerekeire, és akkor az hogyan van jelen az életemben, hogyan volt jelen az életemben gyerekként, abból mi maradt meg, milyen erőforrásaim vannak, milyen nehézségeim vannak, azokon hogyan tudok változtatni, hogyan tudom a felelősség határt megtalálni, hogy a szenvedélybeteg szülők gyerekei nagyon sokszor túl sok felelősséget vállalnak gyerekként, és aztán ezt megtartják. Ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy mit cipelnek magukkal felnőttként az ilyen gyerekek, akik már felnőttek? Hát mindenki a saját történetét cipeli, szóval nem hiszem, hogy erre lenne egy ilyen általános dolog, de hogy azt nagyon sokszor cipelik, hogy nem élték meg ezt az elfogadó, támogató otthont, hogy éppen ezért, amit András is mond, hogy nem bíznak, vagy nem mernek bízni, sokszor nehezen kötnek intim kapcsolatokat, nehezen fejezik ki az intimitást, a közelséget, vagy ilyen kifejezik, nem fejezik ki, kifejezik, tehát ilyen csiki-csukiban, mert hogy van bennük egy nem tudatos félelem arról, hogy ha túl közel engedek valakit, akkor megsérülök. Tehát, hogyha már erre rögtön rá tudnak látni, már az is egy segítség. Aztán akiknél mélyebb sebek vannak, ott azért lehet súlyos terheket cipelni a családból, amiket meg azért van, hogy nem egy csoporton tudnak feldolgozni, hanem akár egy ilyen terápiába, a pszichoterápiába, kihol. Tehát, hogy van, akinek a csoport az egy kezdőlökés, és onnan tovább megy egyénibe, van, aki az egyéni terápiája mellett elkezdett csoportba járni, tehát nagyon változó. Körülbelül mennyi idő az, amíg feldolgozhatóvá válik egy ilyen trauma? Szeretnéd, ha lenne egy ilyen recept rá, mint az ilyen fájdalomcsillapító tabletták, hogy egy óra múlva elmúlik. De van rá egyébként, tehát egy élet. Egy élet. Tehát ez nem feltétlenül egy rossz hír. Tehát, hogy a feldolgozás egyébként is egy olyan dolog, az olyan, mint hogyha tényleg fel lehetne dolgozni, hogy betesszük a húst, és megtekerjük, és befűszerezzük, és akkor az feldolgozottá válik. Ez egy kezelés. Kezelhetem ezeket a dolgokat, hiszen az életemben viszem magammal tovább. A kérdés az, hogy milyen súllyal, hogy hova teszem. Tehát, hogy elrendezem egy olyan polcra, ahol már tudok róla, tudom, hogy ez az enyém, nem félek tőle, merek ettől még szabadon létezni. Nagyon fontos, hogy az a könyv, amit kiadtunk az Apa-anya-pia címmel, egy olyan alcímet hordoz, és ez szerintem nagyon érdemes tudatosítanunk. Ennek az alcíme az, hogy hogyan lehetnek a szenvedélybeteg szülők, felnőtt gyerekei mégis boldogok. Tehát, hogy nincs arról szó, tehát amikor azt mondja egy élet, akkor nem arra gondolok, hogy valaki belesüllyedt és úgy marad, hanem hogy folyamatosan tud vele eredményesen és felépülő módon dolgozni akkor, hogyha már tudomásul veszi. A legnagyobb probléma az, hogy sokan nem veszik tudomásul. Még a csoportokhoz annyit szeretnék csak kiegészítésről mondani, hogy a héten történt meg az első olyan csoport, amit egy olyan csoportvezető tartott, aki valamikor a könyvért jött be a fogadóba, majd később részt vett egy csoporton, Tituska vezetésével egy csoporton, aztán részt vett egy képzésünkön, és most ő tartja már a csoportot a sorstársainak. Az idei évben volt egy videópályázat, amit hirdettetek, az volt a címe, hogy van történeted az alkoholról középiskolások számára. Ebből most megnézzünk egy nyertes alkotást.
Fiam, hozzá már egy sört a faternak. Na mi van már? Hányszor szóljak még? Miért indítottátok el ezt a pályázatot? És milyen eredmények születtek? Elsősorban azért indítottuk el, hogy meg tudjuk szólítani a kamaszokat, a középiskolásokat, persze természetesen a felnőtteket is, és a pedagógusokat is, hogy ezekkel a filmekkel dolgozhassanak. A fő szempont az volt, hogy ezek a gyerekek a saját képükön keresztül, a saját eszközeiken keresztül, rövid filmeken keresztül, tehát hogy olyan filmeket, amik emésztettük, ami a mai kultúrának sokkal inkább megfelelő, mint az olvasás, a saját nyelvükön, a saját problémáiknak a megismerésén keresztül szóljanak a saját kortársaikhoz. Az eredmény pedig, aki most látta ezt a filmet, szerintem érti, hogy miről szól ez a dolog. Hol lehet ezeket megnézni, Piroska? A kimondható.hu oldalról elérhető a YouTube csatornánk, és ott az összes kisfilm fönn van, és én jó szívvel ajánlom, mindegyik rövid, tehát gyorsan megnézhetők. És én dolgoztam nagyon sokáig fiatalokkal, meg igazából most is dolgozom, ilyen gyerekfoglalkozásokat csinálok, és látom benne azt a lehetőséget, hogy ezekről lehet egy iskolai foglalkozás keretében akár egy osztályfőnöknek is beszélgetni. Tehát nem kell ehhez túl nagy tudás, ha van egy jó kapcsolatom a gyerekekkel, akkor beteszem ezt a kis filmet, és akkor lehet róla beszélgetni. Tehát ez mindenképpen egy. És mi derült ki a fiatalokról ezek alapján, a filmek alapján számotokra? Akik készítették azokról a fiatalokról? Uh-huh. Tehát ezek a történetek számotokra milyen, mit üzentek? Hát nekem az derült ki, hogy ja, hát mi is ezt gondoljuk, meg ők is ezt gondolják, hogy így nem csúszunk el egymás mellett, hogy az is nagyon jó volt, hogy egyik se egy ilyen tiltó, hogy ne igy el alkoholt, ne dolgozz, nem tudom, hanem hogy ilyen nagyon őszinte történetek vannak benne. Az is nagyon jó van, aki így vállalja később, vagy ilyen beszélgetés kapcsán, hogy a saját történetét csinálta meg. Tehát, hogy ők felvállalták az érintettségüket ebben. Szerintem ez is kiderült, hogy azok a gyerekek, akik akár érintettek valamilyen módon, vagy a szülői, vagy saját szerhasználatként érintettek, ezt egy kreativitással beleforgatják, ezt az érintettséget az alkotásba, és ez is egy megküzdési módja a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek egyébként, hogy ezt a nehézséget, ezt valamilyen kreatív formában, alkotásba fordítják. Tehát, hogy ezt mondjuk, ez is kiderült. Itt vannak ezek a könyvek, amelyekről már egy kicsit beszéltünk, vagy beszéltetek. Számotokra melyik a kedvenc? Mi az, ami legjobban közel áll hozzátok? Hát, hogy azt mondja, hogy ez elég sok ahhoz, hogy az embernek a gyerekei ugyanúgy, én azt gondolom, nekem pontosan ugyanolyanok, mint a gyerekeim. Mert nagyon sok munka van. Nehéz azért lehet kiválasztani azt, hogy hát a legtöbb munka nyilván az apa-anya piában volt, mert az a leghosszabb, de mindegyikben volt sok. Szerintem nekem az a fontos, hogy szól valakikhez. Az egyik legfontosabb élményem a könyvvel kapcsolatban, amikor egy 50-es körüli férfi érkezett be a könyvért, általában egy pár szót próbáltunk beszélgetni velük, és akkor ő elmondta azt, hogy hát igen, a családban vannak problémák, és ugye a lánya küldte be ezért a könyvért. És akkor természetesen az első gondolatom az volt, hogy az úr felesége az, aki alkoholbeteg. És mondtam, hogy akkor valószínűleg nem könnyű önöknél most az élet. És azt mondta, hogy tulajdonképpen már könnyű lehetne, mert én vagyok az alkoholbeteg. 4 éve nem iszom. A lányom küldött a könyvért, 4 éve nem tudunk beszélgetni erről a dologról, talán most. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy ti hogy vagytok ebben a történetben benne? Miért vagytok ebben a történetben benne? Nagyon sok könyvet olvastam erről a témáról. Nem. Tehát, hogy sok könyvet nem tudtam olvasni, mert nincsen sok könyv róla. Igen, bizonyos érintettség az én családomban is van. Én is megéltem azért gyerekkoromban, meg főleg fiatal felnőtt koromban ennek a súlyát, ahol nagyon gyorsan tragédiává vált a mi családunkban az alkohol probléma. És nyilván az is nagyon fontos, hogy ezzel kezdenem kellett valamit.
nyilván nem véletlenül vagyok ezen a pályán, és nem véletlenül foglalkozom most ezekkel a gyerekekkel, de azért talán az is ide tartozik, hogy ahhoz be kellett azért érni, hogy végül is ez a téma kerüljön elő. Úgyhogy én elsősorban így vagyok itt, és mindamellett pedig otthonról hoztam a segítést. Nekem a szüleim orvosok voltak, állandóan erről szólt a dolog, az életük a gyógyításról. Egyébként szülészek és nőgyógyászok voltak, rengeteg gyerekről szólt a mi életünk, és valahogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy itt vagyok, és itt ülhetek, és remélem, hogy már nem, hogy itt, hanem hogy a fogadóban, és hogy remélem, hogy ez nem hiába volt az ő szenvedésük sem, meg a miénk sem annak idején, és hogy hiszek abban, hogy lehetek boldog emellett, ami történt. Piroska, a kérdés ugyanez. Én is érintett vagyok, és pont ma reggel gondolkodtam azon, hogy ha ezt megkérdezed, akkor vajon tudunk-e olyat mondani ebben az országban, aki nem érintett? Mert ha nem a saját szűk családomban vagyok érintett, akkor vagy a tágabb családban, vagy a házastársamnak a családján keresztül leszek érintett. Tehát, hogy nem ismerek őt, aki ne lenne valahogyan érintett ebben a témában. Nekem is a családomban jelen van, és nekem is inkább az az igaz, amit András mondott, hogy nem a legelején kezdtem el ezzel foglalkozni, hanem beért ez a téma, sőt, engem inkább megtalált. Nekem András a főiskolán tanárom volt, tehát hogy mi onnan ismerjük egymást, aztán utána sokáig nem találkoztunk, és pont ennek a programnak a kapcsán találkoztunk újra, és kezdtem el ezzel a témával úgy dolgozni, hogy felkértek rá, mert akit kértek volna, neki már nem fért bele az idejébe, és így kerültem bele a programba. Én keresztény vagyok, úgyhogy én ebben hiszek, hogy ez ebben van egy ilyen isteni vezetés is. Nagyon szeretem ezt a munkámat is, most jelenleg minden munkámat nagyon szeretem, de azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy ez szintén még a saját feldolgozásomnak része, hogy én is nagyon sokat dolgoztam már ezzel a témával, de hogy van, amikor akár egyéni beszélgetéseknél, akár csoportoknál azért megérintődöm, és hogy akkor lehet, hogy azzal nekem még van dolgom, de szeretem adni olyanokat, amiket már megéltem, amiből már tudok egyfajta tapasztalatot adni, hogy jó, hát akkor lesz ez jobb is. És mi az, ami számotokra erőt ad, erőforrás ebben a munkában? Nyilván nagyon sokat támaszkodunk egymásra is, rengeteget dolgozunk folyamatosan abban, hogy sikerüljön valahogy egy olyan harmóniát teremteni ebben a munkában, és vinni tovább, de nagyon sokat számítanak azok az emberek, akikkel találkozunk, azok a példák. Mi képzéseket is tartunk szakemberek számára, hogy egyre több embert megtaláljunk azért, hogy minél több helyen lehet segíthessenek pedagógusokat, szociális munkásokat, pszichológusokat, pszichiátert is, hogy amikor ők elkezdenek élni és elkezdik érteni ezt az egészet, természetesen többségük szintén érintettként, és elkezdenek hinni, és megjönnek azok a visszajelzések. De hát akár csak ránézni arra, hogy Lurko elkészülhetett ennek a mesekönyvnek a kapcsán, és hogy hinni abban, hogy vannak gyerekek, néha hallok történeteket Piroskától arról, hogy hogyan dolgozik a gyerekekkel, ők hogyan fogadják Bolyhost és Lurkót. Meg hogy egyre több ember kapcsolódik, egyre több ember jelenik meg, és tulajdonképpen azzal, hogy átadhatjuk azt az üzenetet, hogy lehet a saját boldogságunkkal törődni, függetlenül attól, hogy honnan érkeztünk, ez önmagában egy nagy erőt adó dolog, amiközben persze azért néha el is fáradunk. A Magyar Máltai Szeretett Szolgált mögé állt ennek a dolognak, tehát tulajdonképpen nem ők adták a feladatot nekünk, hanem mi találtuk meg a feladatot, de sajátjának tekintik a vezetőink is a szeretett szolgálat is, és azt mondják, hogy aha, ez egy olyan dolog, ami teljesen belefér a szeretett szolgálat küldetésébe, hiszen itt valamilyen módon hitet próbálunk átadni az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a szegények és a rászorulók támogatása az. Bár szerintem szegénynek és rászorulnak senki sem szereti magát gondolni vagy érezni, de mindenképpen valami fajta támogatásra mindannyian rászorulunk, és így különösen azok a gyerekek, akiket talán most már majd egyszer nem fogunk elfeledettnek hívni, hanem megtaláltaknak, és hogy ők maguk megtalálják saját magukat. Köszönöm szépen. Mit kívánjunk a munkátokhoz? Mit lehet?
Szerintem azt nagyon jó, hogyha olyanokat kívántok, hogy egyre több szakember dolgozzon ezzel. És azon gondolkodtam, igen, hogy ez tök jó, hogy van ez a bolyhos dolog. És hogy mikor megjött a mesekönyv, utána meg lett a figura, és amikor ezt gyerekeknek a kezébe lehet adni. Tehát oda lehet adni valakinek, hogy akkor ezt így a tied lehet. És szerintem azt kívánhatjuk, hogy minél több érintett gyerekhez jusson el az, hogy van ilyen típusú segítség. Köszönjük szépen a munkátokat, és hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok ezt. Köszönjük a lehetőséget, hogy üzenhetünk. Köszi! Ez volt az Új Nemzedék, mi 2 hét múlva ugyanitt itt leszünk, addig is a Média Klikken visszanézhetőek az adásaink. Viszontlátásra!